A vásárral egybekötött kiállítással azt szeretnék elérni, hogy az érdeklődők minél szélesebb körben megismerjék a ceglédi kisgépáruházban kapható termékeket, mondta a szervező Göncöl Tamás. Minden évben vannak új arcok, jelen pillanatban ezen a kiállításon 27 kiállító van. Nagyon büszkék vagyunk rá, mert egy-egy budapesti nagy kiállításon, a nagy vásárcsarnokokban nincs annyi kiállító egy csarnokban, mint nálunk jelen pillanatban a Mező utcában, vagy mondhatom azt, hogy az Iparosok utcájában. A ceglédi vásár országosan is különlegesnek számít. Ritkán hívnak össze egyszerre ennyi gépgyártót, illetve forgalmazót. A nagykereskedelemmel foglalkozó cégek is egyre inkább keresik a személyes kapcsolatot a vásárlókkal. Mindenképpen hála Istennek vannak pozitív visszajelzéseink, hiszen a kiállítások után mindig érezhető az a pozitív hangulat a vásárlás terén természetesen, hogy nagyobb lesz a forgalmunk. És maga az, hogy az újdonságokat, amiket bemutatnak a cégek, azt előbb-utóbb keresni fogják nálunk. Az üzlet elsősorban a mestereket, iparosokat szolgálja ki, de a professzionális gépek túlnyomó részének az egyszerűbb, otthoni használatra alkalmas barkács verziója is van. Így igen sokan voltak kíváncsiak a Mező utcában levő vásárra. Az érdeklődők a bemutatókon és tanácsadásokon megismerhették a legújabb típusokat, de ki is próbálhatták azokat. A vásárlókat akciókkal, játékokkal és kedvezményes árakkal várták.